Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra itt a csatornámban, én Petraik, és a mai napon elhoztam nektek egy speedbuildet, ami nagyon-nagyon régen nem volt a csatornámon, főleg nem olyan, ami alatt megpróbáltam valamennyire beszélni. Nem tudom, hogy hogy fog ez sikerülni, hogy mennyire fogok tudni beszélni, és milyen témákról fogok tudni, vagy milyen igazából nem gondolkodtam el azon, hogy milyen témákról beszélhetnék, úgyhogy valószínűleg nem lesz túlságosan érdekes ez a voiceover, vagy igen, hívjuk voiceovernek. Fogalmam sincs tényleg, hogy miről fogok beszélni. Na mindegy, szóval mostanában rákaptam erre az egész ilyen renovation, felújítás dologra, és az ilyen videókat szoktam általában nézni a YouTube-on, főleg az ilyen simsesekbe gondolkodjatok, szóval egy ilyen simses videók közül ezt szoktam a legjobban nézni. Igazából nem csak ilyen speedbuildeket és ilyen renovationeket, hanem tehát nem csak ilyen felújítós videókat, hanem mindenféle ilyen kihívás, ilyen építős kihívás, meg ilyesmi videókat szoktam nézni mostanában. És gondolkodtam, hogy, illetve hát, úgy bevallom nektek, hogy csináltam már egyébként egy ilyen, azt hiszem a Solid Color kihívást csináltam meg, aminek ugye az a lényege, hogy kapsz egy színt, ugye ki kell választanod, vagy ki kell így randomizálnod egy oldallal, hogy milyen színnel fogsz dolgozni, és akkor olyan színre kell az egész házat csinálni. Tehát azt a színt használhatod egyedül. Az enyém piros lett egyébként, és nagyon nem voltam vele megelégedve, szerintem baromi ronda lett. Úgyhogy felvettem, megcsináltam, be is fejeztem, és azt hiszem még a játékomban is benne van. Viszont soha nem raktam közzé azt a videót, és igazából szerintem már ki is töröltem, mert nagyon nem voltam vele megelégedve. Illetve hát próbálkoztam még úgy is felvenni ilyen építős, kihívásos, simses videót, hogy közben ugye beszéltem, szóval nem úgy volt, hogy felgyorsítottam magát a videót, hanem úgy ott élőbe csináltam a kihívást, viszont úgy pedig annyira unalmasnak tartottam, és igazából nem tudtam nagyon sokat beszélni, úgyhogy nem tudom, hogy ez nekem, ez szerintem nekem ez nem megy, hogy közben én beszéljek, bár most mégis voiceover csinálok, úgyhogy nem tudom, na mindegy. Valószínűleg ez se lesz jó, és valószínűleg nem mindegyik ilyen speedbuildnél lesz, nem mindegyiknél fogok beszélni. Úgyhogy ezt ne szokjátok meg, csak most kedvem volt csinálni egy ilyet, meg hát nem igazán van előre kitalált témám, amiről szeretnék beszélni, de hát gondoltam, hogy csak megpróbálkozok valamivel. Úgyhogy igen, egyébként, hogyha szeretnétek, hogy legyenek ilyen építős kihívások a Sims-ben, akkor azt írjátok meg nekem kommentben, mert akkor fogok csinálni, csak még egy valamilyen módszert ki kell rátalálnom, hogy mégis hogyan akarom ezeket csinálni. Mert valószínűleg úgy lenne nyilvánvalóan a legviccesebb és a legjobb, hogyha így tehát felvenném és közben beszélnék egy az egybe, tehát együtt csinálnám ezt az egész dolgot, nem pedig úgy, hogy felgyorsítom, és akkor utána alá mondom azt, amit alá akarok mondani. Úgyhogy mindegy, hogyha szeretnétek ilyen építős kihívásokat a csatornára, akkor nyugodtan írjátok meg, és majd akkor elkezdek rajta dolgozni, hogy nem tudom, kitaláljak valami jó módszert erre, hogy hogyan tudnám megoldani. Ha esetleg nektek van bármiféle javaslatotok, akkor azt is nyugodtan írjátok meg kommentbe. Na, szóval igen, és mit akartam? Tehát ott tartottam, hogy mostanában nagyon rákaptam arra, hogy ilyen speedbuildeket nézek a YouTube-on, és nem csak ilyen kihívásokat szoktam nézni, hanem ilyen normális ilyen speedbuildeket, ahol valaki csak épít egy házat. És találtam egy olyan, hát végig sorozatszerűséget, vagy egy olyan ötletet, hogy az ilyen alap simses házakat alakítják át az ő ízlésükre, mert hogy hát most nagyon sok helyen hallottam, hogy ezek a Sims 4-es építmények, vagy házak, amik ugye alapból benn vannak a Sims-ben, azok borzalmasak, és mindenki, tehát így konkrétan az egész Sims community fel van háborodva azon, hogy milyen rosszak. Most én nem így érzek, engem annyira nagyon nem érdekel, mert én mindig, hogyha nem is építek házat, akkor magamnak rendezem be, szóval én nem igazán szoktam ezeket az alapházakat használni úgy, ahogy vannak, tehát anélkül, hogy átalakítanám őket. Úgyhogy nekem ezzel nincsen komoly gondom, de arra jöttem rá, hogy ez főleg Amerikában, az amerikai YouTube-osok körében ez eléggé, vagy az amerikai
szimmerek körében ez így nagyon, nagyon nagy probléma, nekem annyira nem, de mindegy. És akkor ezáltal így találtam ilyeneket, hogy átalakítják az alapházakat, némelyikük teljesen átalakítják, tehát teljesen átépítik, ahogy én csináltam itt ebben a videóban egyébként a Creek Cabana házat csináltam meg amúgy, hogyha ezt nem mondtam volna, valószínűleg nem mondtam, és így teljesen átépítettem, de vannak olyanok, akik megtartják így az alapot teljes mértékben, csak így a színeken változtatnak, meg nyilvánvalóan a berendezésen. Lehet, hogy én is fogok olyat csinálni, mert egyébként nagyon sok gyönyörű ház van most a Simsben, főleg Evergreen Harborban, nekem nagyon tetszenek a házak ott, és tök jó lenne azokat így átalakítani. Úgyhogy valószínűleg több ilyen átalakítós videó fog majd jönni a jövőben. Egyébként, amikor elkezdtem ezt a házat, nem akartam ilyen nagy házat építeni, és nem akartam ennyire átépíteni sem, illetve most már most már láttátok valószínűleg, mert az elején csináltam így a külsejét, meg a tetejét. Szerettem, tehát nagyon szenvedtem a tetővel. Én nem tudom, hogy miért szenvedtem ennyit a tetővel, valami különleges tetőt akartam, de ilyen nagyon fura össze-vissza tető lett belőle, és szerettem volna olyan mindenféle dolgot használni, amit ugye amúgy annyira nem szoktam használni, és egyébként a berendezésben majd látni fogjátok, most még itt nem látszik, de legfőképp melyik packet használtam? Esküszöm, most nem emlékszek, hogy mi a neve. De, az Eco Lifestyle bútorokat nagyon sokat használtam, és a padlót, meg a falak is azt hiszem azzal a pekkel vannak megcsinálva. Nagyon tetszik nekem az Eco Lifestyle-nak a build and buy módja, nekem nagyon-nagyon tetszik, és szinte csak azt használtam. Nyilvánvalóan most itt a konyhában nem, mert amúgy nem igazán kaptunk konyhai cuccokat, de egyébként a ház többi részében egyébként azt használtam. Kint csak azt hiszem csak egy ilyen base game-es falat használtam, falfestést, vagy ilyen, tudjátok, ilyen hát nem téglákat, hanem még azok, ilyen kis fa gerendákat, vagy nem tudom mi az. Azt használtam kívül, és szerettem volna egyébként nagyobb kertet, de később rájöttem egyébként, hogy nagyon nincsen kert. Úgyhogy ez a telek, ez nagyon kicsi, úgyhogy nagyon nincsen arra lehetőségem, hogy én itt kertet csináljak, meg mit tudom én. Úgyhogy nem csináltam kertet, de azt majd a legvégén csinálom majd a kinti részt, úgyhogy azt is majd látni fogjátok. Amivel még nagyon-nagyon szenvedtem, az a lépcső. Mert ugye tettem oda egy felső szintet ehhez a házhoz, amit egyébként nem terveztem el, hogy mi lesz, de aztán időközben, amikor megláttam, hogy milyen rohadt kicsi még így is a ház, akkor eldöntöttem, hogy az lesz a hálószoba. Úgyhogy van egy fönti hálószoba, ami konkrétan egy darab nagy tér, és ennyi. És akkor azt már ugye leraktam, szépen megcsináltam a tetőt végre, úgyhogy valamennyire tetszedjen is nekem. És most végre láthattok is. Szóval, amikor már kész voltam a szép tetővel, akkor jöttem rá, hogy amúgy valahogyan el kéne helyezni a lépcsőt is, úgyhogy jó legyen. Viszont hát nem igazán sikerült, úgyhogy azzal nagyon-nagyon sokat szenvedtem. Két dolog, amivel nagyon-nagyon sokat szenvedtem egyébként, a tető és a lépcső, talán még az ablakok is, de inkább a lépcső meg a tető. Ez a kettő, amivel nagyon-nagyon sokat szenvedtem, és ott mindkét helyen láthattatok egy nagyon nagy vágást, mert egyébként ezt a házat valami 2 órán keresztül csináltam, gyerekek, én esküszöm, nem hazudok, és 500%-osan van felgyorsítva egyébként. Úgyhogy nagyon-nagyon sokat szenvedtem ezzel a házzal, és nem is értem, hogy miért, talán azért, mert egy tökéleteset akartam, vagy nem tudom, annyira rég építettem egyébként a Simsben, hogy szerintem ez lehetett az oka, hogy tökéleteset akartam, és most, ahogy így elnézem egyébként ahhoz az asztalhoz, igazán elférne még kettő szék. Rögtön miután ezt a
építmény, tehát ezt a házat befejeztem, azonnal fölraktam a galériába, úgyhogy ott már régóta megtalálhatjátok. Creek Cabana Reno a neve egyébként, ugyanaz a neve, mint ami itt a YouTube-on, de majd látni is fogjátok, hogy hogyan rakom fel, a hashtagemmel raktam fel, az mindig mindenhova oda rakom, általában nem mindig, de általában oda rakom a hashtagemet, ami ugye a hashtag Szepezdi Petra, ahova egyébként tudtok küldeni bármit, amit szeretnétek, hogy lássak. És mint akartam ebből kihozni egyébként? Ja igen, hogyha esetleg lejátszani szeretnétek ezzel a házzal, és letöltitek, ne felejtsetek el tenni kukát. Ne felejtsetek el tenni kukát a konyhába, mert én elfelejtettem, és javaslom, hogy adjatok még ahhoz az asztalhoz kettő széket, mert ez így furán néz ki egy kicsit, és azt hiszem még valamit elfelejtettem, ja igen, a termosztátot is elfelejtettem, úgyhogy termosztátot is tegyetek, hogyha van Seasons packetek. Az asztal, amit itt fogok használni, egyébként nagyon imádom ezeket a Nifty Knitting cuccokat, amik jöttek ezzel a kiegészítővel. Kicsit le vagyok egyébként maradva így a kiegészítőket, meg amúgy alapból az egész Sims-et tekintve, mert nagyon sok ideig nem volt lehetőségem Sims-ezni, körülbelül 2 hónapig. De is igyekszem lehozni, igyekszem behozni a lemaradást. Szóval ezek az új cuccok, amik a Nifty Knitting-el jöttek, azok is annyira tetszenek nekem, tehát most ez a 2 kedvenc csomagom van, vagy packem van, az Eco Lifestyle, ami a Build and Buy módot illeti, és a Nifty Knitting. Csak hogy annyira nem illett ehhez a házhoz, ez az ilyen kis rózsaszín, meg az ilyen kis cuki színek, hogy nem használtam semmit konkrétan a Nifty Knitting Packből, semmit az égvilágon. Úgyhogy azt akartam mondani, hogy ahelyett, hogy azt az íróasztalt letettem volna, amit láttatok ezelőtt, ahelyett ezt hiszem ez a University-s íróasztalt használtam, és nekem baromira tetszik. Úgyhogy igen. Kicsit fura egyébként, szerintem ezt már láthatjátok már most, hogy egy kicsikét fura az elrendezése a háznak, hogy így bejössz, és akkor rögtön ott van a puffa, a nappali, és a konyha, és hát nem tudom, egy kicsit fura, de nekem egyébként nagyon tetszik, én szívesen eredegelnék itt. Egy kicsit kicsi, szóval nem tudom, hogy egy családalapításhoz mennyire lenne jó a szimeteknek, nem hiszem, hogy annyira jó lenne, de mindegy, ti eldöntitek. Egyébként van benne minden, van benne egy fürdőszoba, ugye a nappali, étkező, konyha, van mosókonyha, és van egy hálószoba. Szóval nem túlságosan nagy, de bármikor lehet bővíteni egyébként. Igen, mi mást akartam még mondani? Nem is tudom. Követgetem így a híreket, ami a Sims-szel kapcsolatos, az ilyen kiegészítők, meg ilyesmi. Amikor felveszem ezt a voiceover-t, akkor már egyébként megtudtuk, hogy mi lesz a következő kiegészítő, az a Snowy Escape, azt hiszem. Azt hiszem 2 napja volt az előzetes, de nem vagyok benne biztos, lehet, hogy egy kicsikét. Nem tudom pontosan, de úgy emlékszem, hogy 2 napja volt. És nem tudom, hogy érezzek iránta. Engem annyira ez az egész teles dolog nem érdekel. Egyébként szeretem a telet, nem azzal van bajom, hanem hogy alapból az ilyen téli sportokat nem igazán szeretem, sőt, alapból a sportokat nem igazán szeretem, és a szímeimmel se szoktam. Például a Seasons-en megkaptuk ezt a jégkorit. És megkaptuk ezt a jégkorit, és meg azt a görkorcsolyát, azt hiszem, jégkorit is kaptunk, azt hiszem, azt jégkorcsolyát, meg görkorcsolyapályát is kaptunk. Azt hiszem. De nem vagyok benne biztos. Mindegy, azokat még mindig nem próbáltam ki. Egyszer sem mentem el a szímeimmel görkorcsolyázni, vagy jégkorcsolyázni. Soha. Úgyhogy ennyire érdekelnek engem az ilyen tételes dolgok. Na mindegy. Annak örülök, hogy nem csak ilyen téli sportokról szól az egész Snowy Escape, hanem van benne ez a japán kultúra, ami nekem egyébként nagyon tetszik. Nem igazán szoktam alapból japán szimekkel, ázsiai szimekkel játszani sem,
De most majd talán fogok. Érdekel. A legérdekesebb dolog egyébként, tehát ami abban a packben a legjobban érdekel, az ez az új, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, új személyiségek. Nem tudom, hogy az, amit akartak mondani azzal a leírással, nem igazán tudom lefordítani sem, igazából most előttem sincs, szóval meg lecsekkolni se tudom, hogy amúgy alapból, tehát hogy mit írtak, tehát fogalmam sincs, úgyhogy nem tudom nagyon elmagyarázni, de hogyha láttátok a trailert, meg legalább láttatok pár, vagy egy, akár egy ilyen reakció videót rá, amit én annyira nem szoktam csinálni, úgyhogy nálam ezt ne várjátok. De hogyha legalább egyet láttatok, akkor tudjátok, hogy miről van szó. Ja, egyébként. Ez az ágy, amit itt láthatok, illetve, tehát az ágy, azt hiszem még a kanapé is, de nem vagyok benne biztos, és az étkezőasztal meg a székek, azok ilyen debug itemek, tehát nem debugok, hanem el vannak rejtve a játékban, szóval nem tudom, hogy benne van ebbe a videóba, de hogyha nincs, akkor elmondom nektek most, hogy azokat úgy hoztam elő, hogy beírtam a kis cheat ablakba, hogy bb.showhiddenobjects, és azzal elő tudjátok hozni ezeket a tárgyakat, úgyhogy ne ijedjetek meg, elő tudjátok hozni. Igen, most már csinálom a felső részt. Nem tudtam, hogy mit csináljak azokkal a levelekkel, egyébként nagyon-nagyon szerettem volna azokat a leveleket használni. És végül sikerült, csak eléggé hülye helyre raknom őket, úgyhogy azok annyira nekem nem tetszenek, nyugodtan kitörölhetitek. De nagyon szerettem volna őket használni. Illetve most fedeztem fel, hogy vannak ilyen kis álló oszlopok, amik szerintem valami fa oszlopok lehetnek, és ezt odaraktam az ágy mögé, mert úgy gondoltam, hogy jól néz ki. Hogyha jól emlékszem, akkor később le fogom cserélni ott a falat, a fal színét, nem tudom, hogy milyen színre, de azt sem biztos, hogy le fogom cserélni. De hogyha esetleg nem cserélem le, akkor mondom nektek, javaslom nektek, hogy cseréljétek le, mert annyira így ez olyan kicsit túl soknak tűnik nekem. Úgyhogy igen. Igazából ezt a szekrényt, meg azt a kanapét, csak úgy azért raktam oda, hogy ki lehessen tölteni a teret, mert olyan fura volt. Illetve oda a korlátra oda raktam egy kis növényt, ami nekem nagyon tetszik, még soha nem csináltam ilyet egyébként. És gondoltam, hogy miért ne. Na, igen, átcserélem. Ó, átcseréltem, oké. Ott átcseréltem a falat. Igen, és akkor hát eljöttünk a kinti dolgokhoz, elérkeztünk. Kicsit túl soknak véltem az ablakot, úgyhogy töröltem egy párat. Illetve, mondtam, hogy nem használtam egy darab Nifty Knitting dolgot sem. Hazudtam, mert használtam a hintaszékeket. Kettő hintaszéket használtam hátul, de még nem vagyok benne biztos, de majd mindjárt meglátjuk, hogy használtam-e, valószínűleg használtam. Illetve nagyon-nagyon sok oszlopot raktam. Nem tudom, mostanában annyira megtetszett ez a kis, hogy mondják ezt, porcs? Hát angolul talán porcsnak szokták hívni, nem tudom. Ezt kivágtam, de ott láthatjátok, hogy raktam kettő hintaszéket, illetve három ültetőládát még a hátsó terasz, ez az teraszra. Tehát nagyon tetszik, hogy van terasz. Terasz? Mindegy, értitek, miről beszélek. És nagyon tetszik, hogy van egy csomó ilyen... Úristen, elfelejtem a szavakat, gyerekek, angolul jut eszembe. Ilyen álló cucc. Úristen, tényleg nem emlékszem. Na mindegy, hagyjuk. Ez nem lesz egy jó videó. Legalábbis nem lesz egy jó voiceover. Igen. Még mindig nem tudom, mert kolumnak hívják, de hát nem tudom, hogy minek mi az. Nem korlát, mert az más. Na jó, hagyjuk. Szóval, használtam ezeket a gömbszerű növényeket, amik így utólag nem tetszenek egyébként, úgyhogy nyugodtan kicserélhetitek. Azt hittem, hogy tetszeni fog. És szerettem volna valami szép, egyedi
kertet nekik, vagy legalábbis ilyen növénykéket, de igazából nem sikerült. Nem vagyok jó ebben a kertcsinálásban. Nem is tudom, hogy mit fogok csinálni, hogyha majd egyszer egy ilyen nagyobb telekre sodor az élet. Húha, hogy milyen szépen fogalmaztam. Tehát nem tudom, hogy mit fogok akkor rakni a kertben, mert esküszöm, hogy nem vagyok jó ezekben. Illetve raktam ide köveket, és azt hiszem hátulra meg nem raktam. úgyhogy ez egy kicsit ciki, na mindegy. Nekem tetszenek ezek a narancssárga virágok nagyon, úgy gondoltam, hogy ezek cukik, és meg a másik, hogy képzeljétek el, tök véletlenül raktam a postaládát így nagyon közel a fához, amit ugye leraktam, de aztán annyira megtetszett, hogy úgy döntöttem, hogy megtartom, mert szerintem tök cuki, úgy, ahogy kinéz, úgyhogy valószínűleg ezt most majd sokszor fogjátok látni nálam, hogy így közel rakom a fához. Nem tudom, hogy miért tetszik nekem annyira, de valahogy nagyon-nagyon tetszik. Minden esetre ennyi volt a videó, itt láthatjátok majd, hogy hogyan rakom fel a galériába, ott van a neve, megtalálhatjátok a hashtagem alatt is, ami hashtag Szepezdi Petra. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és velem tartottatok a mai részben. Írjátok meg, hogy szeretnétek-e több ilyesfajta videót, illetve hogyha van bármiféle ötletetek, milyen videót szeretnétek tőlem látni, akkor azt is írjátok meg a komment szekcióban, mindegyiket el szoktam olvasni, és hogyha nem is válaszolok, akkor is elolvastam. Ezt mindig vegyétek figyelembe, vagy mindig tudjátok, hogy én mindig elolvasom, csak lehet, hogy néha nem válaszolok. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, legyen nagyon szép napotok, sziasztok!